Support with community content, wild and creative mods, and positive reactions make all of this possible. Thank you. So we are proud to show you the next season of SnowRunner's epic yearly pass, Season 6, Ball and Hustle. Season 6 brings another massive update to the game, with new maps, new modes, and new vehicles to Season Pass owners. In addition, all SnowRunner players will enjoy free content, including crossplay between PC and consoles, a brand new photo mode, new add-ons and skins. Let's take a look at what's in store. The Year 2 Pass takes you to Maine, USA, a brand new region on the edge of winter. Expect both snow and mud as you traverse the new American wilderness full of adventure and discovery. Maine's lowlands have several landmarks to explore, including cliffsides and hilly areas, while the Yellow Rock National Park has dense forestry and a mountain to overcome. Your primary objective in Maine is to establish a forestry base deep in the American wilderness. You will start with limited resources and will need to build up your garage as you progress through your missions. That's right, you won't be able to repair, refuel, buy upgrades or new vehicles until you've adequately established your base in the forest. This region is not for the faint of heart, and even hard mode aficionados may find this to be a serious challenge. Thankfully, Haul & Hustle brings two next-gen trucks to help you on this perilous journey. First is the Aramatsu Forwarder, an agile 8x8 forestry truck with a built-in crane and built-in log trailer. A must-have for anyone serious about logging. The second vehicle is the Taiga 6455B, a powerful six-wheeler that can dominate any obstacle in its way. This version of the iconic military truck will be the most powerful thing off-road. Season 6 also comes with free content available to all SnowRunner players, the most significant of which is crossplay. You can join your friends by connecting your lobbies through code invites, or even matchmake with open lobbies of players on different platforms. Nintendo Switch crossplay is coming and is currently in development. Secondly, Season 6 introduces a brand new photo mode, which grants access to a unique FreeCam setting. Photo mode allows you to adjust focus, aperture, bokeh settings, and you can even change the weather and time of day. Experiment and show off your customized trucks and creativity online. We can't wait to see what you can all come up with. Finally, all SnowRunners will be receiving new add-ons and new stickers. We're excited for you to get your hands on the new update and overcome the intense challenges that Season 6 Haul & Hustle brings. Stay tuned to our social media channels and official Discord for more information about what's around the corner. SnowRunner and both its Year 1 and Year 2 passes are available now, with Season 6 Haul & Hustle now playable. Welcome, runners. For the last few weeks, we have been hard at work on the upcoming seasons. Your ongoing support with community content, wild and creative mods, and positive reactions make all of this possible. Thank you. So we are proud to show you the next season of SnowRunner's epic yearly pass, Season 6, Ball and Hustle. Season 6 brings another massive update to the game, with new maps, new modes, and new vehicles to Season Pass owners. In addition, all SnowRunner players will enjoy free content, including crossplay between PC and consoles, a brand new photo mode, new add-ons and skins. Let's take a look at what's in store. The Year 2 Pass takes you to Maine, USA, a brand new region on the edge of winter. Expect both snow and mud as you traverse the new American wilderness full of adventure and discovery. Maine's lowlands have several landmarks to explore, including cliffsides and hilly areas, while the Yellow Rock National Park has dense forestry and a mountain to overcome. Your primary objective in Maine is to establish a forestry base deep in the American wilderness. You will start with limited resources and will need to build up your garage as you progress through your missions. That's right, you won't be able to repair, refuel, buy upgrades or new vehicles until you've adequately established your base in the forest.
This region is not for the faint of heart, and even hard mode aficionados may find this to be a serious challenge. Thankfully, Hall & Hustle brings two next-gen trucks to help you on this perilous journey. First is the Aramatsu Forwarder, an agile 8x8 forestry truck with a built-in crane and built-in log trailer. A must-have for anyone serious about logging. The second vehicle is the Taiga 6455B, a powerful six-wheeler that can dominate any obstacle in its way. This version of the iconic military truck will be the most powerful thing off-road. Season 6 also comes with free content available to all SnowRunner players, the most significant of which is crossplay. You can join your friends by connecting your lobbies through code invites, or even matchmake with open lobbies of players on different platforms. Nintendo Switch crossplay is coming and is currently in development. Secondly, Season 6 introduces a brand new photo mode, which grants access to a unique FreeCam setting. Photo mode allows you to adjust focus, aperture, bokeh settings, and you can even change the weather and time of day. Experiment and show off your customized trucks and creativity online. We can't wait to see what you can all come up with. Finally, all SnowRunners will be receiving new add-ons and new stickers. We're excited for you to get your hands on the new update and overcome the intense challenges that Season 6 Hall & Hustle brings. Stay tuned to our social media channels and official Discord for more information about what's around the corner. SnowRunner and both its Year 1 and Year 2 passes are available now, with Season 6 Hall & Hustle now playable. Welcome, runners. For the last few weeks, we have been hard at work on the upcoming seasons. Your ongoing support with community content, wild and creative mods, and positive reactions make all of this possible. Thank you. So we are proud to show you the next season of SnowRunner's epic yearly pass, Season 6, Hall & Hustle. Season 6 brings another massive update to the game, with new maps, new modes, and new vehicles to season pass. Na, visszatértünk. Hát nehogy már valami jó legyen, ugye előbb hang probléma miatt restart, utána nem engedte be az embereket, kidobált őket már bejelentkezésnél. Aztán meg, mondom, akkor restartoljunk mindent, Steamet is beleértve, azt elfelejtődött, hogy az OBS is a Steam alatt megy, úgyhogy a Steam bezárta az OBS-t is, ezért szakadt meg a stream. Ma eddig minden összejött. Na, úgyhogy a gyenge kezdés után még lehet erős visszaesés. Nézzük meg, hogy sikerül. Hogy dicsértessék Unyhás szóval is, meg szia mindenki, aki azóta jött, meg minden stb. Tehát hello, boldog új évet, akivel azóta nem találkoztunk, vagy még előtte. Akkor haladjunk. Halljunk fényt. Annyiba változott, hogy este lett. Nem, már reggel van. Már nem. Na, hol van? Itt van. Stílszerűen egy kis country zenét kerestem most. Nem mindig ugyanaz a stílus legyen. Ha már mainbe vagyunk Amerikában. Így van, Wolf, így van. Szia, Pásó, szia. Nem a zuhanás veszélyes, meg nem a repülés, hanem a leérkezés. Hanem az érkezés, igen. Ezt már Monty Python óta tudjuk. Azaz. Ugye az elején elmondtam, most már így kell mondanom, hogy az előző stream elején, hogy hárman vagyunk jelenleg, és van egy szabad helyünk, tehát ha valaki érez magában energiát és affinitást, akkor várjuk szeretettel, hogy be tudjuk fejezni mélyt minél hamarabb. Mert nyakunkon a következő kieg.
Mikor is jön Andorsz? Tudsz már dátumot? Hát február eleje, talán közepe. Valami ilyesmit mondtak, mint... Mert akkor addig még a Tennessee-t meg tudnánk csinálni, azt az egy pályásat. Az még beleférne a hónapba akkor, és addigra akkor jöhetne a következő új régió. Már megint nincs. Basszus. Nincs hangod. Most már van. Ugye, mert új azonosítót kapott a játék, és hát fixre volt állítva az ablak, és a régi azonosítót kereste az OBS, és hát azt nyilván nem találta meg. Köszi, Wolfi, hogy szóltál. Elloptad a csomagomat. Ám, neked lent van a kettő. A Pierre-nél, azt én arra gondoltam. Ja. Neked meg még itt. Várja. Még ki kell találnom, hogy megyek arra a harmadikra. De hogy az meg bent van a vízben? Aha. Akkor egyszer. Hoppa. Hát én is elmegyek a PR-ig veled, mert már csak 100 literem van. 182. Van nekem van egy achievementem, ami nincs meg, és most ezzel a Donnal lehet, hogy pont meg tudom csinálni. Így van, Dávid! Ez jó! Ez jó, hogy mondhassuk, hogy menjünk már mainen! Na! Na megpróbálom azt mondani. Mehetünk innen? Miután végeztünk, egér, igen. Ha most mondtad. Hogy mondhassuk, hogy menjünk már mainen. De csak hogy mondhassuk, de még nem mondhatjuk. Erre át lehet valahogy menni. Nem jobb lenne. Jaj, vedd be a kanyart. De vadragényes ez itt a... Hát ez az. Összkerék, diffi. Csörlő, minden játszik. Tiszi. Ne aggódj, Wolfi! A türelem rózsát terem. Eljön annak is az ideje. Csak ott túl korán végzünk mainnel, és marad még egy pár hetünk a kiegig, akkor hát a krumpifölnek nem kezdünk neki, mert az egy nagy régió. Akkor Tennessee-t, azt az egy pályás, megpróbáljuk lezavarni addig. Hát igen, mert még simán lehet, hogy március is lesz belőle az új részből. Hiába most azt mondják, hogy február. Hát szerintem kijön február elején, vagy közepére. Eleje, közepe, ezt tudom én is. Nem ki fogják adni. Én úgy vagyok vele. Ja, ne, persze, mert nem várnak márciusig, mert akkor jön a Expeditions. Igen. Nem hiszem, hogy összeeresztenék a két. Még nem vagyok benne biztos, hogy ugyanaz a játékos réteg fogja megtalálni az Expedition, mint aki ezzel játszik, mert egy kicsit más a lényeg a két játékban, és hát itt pont a scoutokat nem szeretik. Sok értelmük állítólag nincs. Bizonyos helyzetekben mondjuk jól jön, de ó, nem áll.
kíváncsi leszek rá, így a videók alapján, ahol... Igen? Láttam, hát nem biztos, hogy be fog nekem jönni. Az az új. Hát szóló lesz. Hát nem lesznek benne ilyen küldetések, mint itt is, hogy na fuvarozás, tehát... Hát lesz a koncepció, szerintem. Küldetés lesz, csak nem fuvarozás. Csak nem fuvarozás címszó alatt, meg kell keresni dolgokat. Basszus. Ahogy észrevettem. Az egy kicsit... Szerintem jó lesz az. Illetőleg, hogy a pont szóló lesz, tehát... Ami mondjuk a magányos farkasoknak éppen nem egy elrettentő dolog, de sokan vannak ilyenek. Tehát akinek pont a kópér játsza, mint én is, annak nem biztos, hogy annyira. Tudom, lehet teszek vele egy próbát amúgy, de kicsit félek tőle, hogy szólóval is ugyanolyan unalmas lesz nekem, mint ez. A helyre nem bír feltolatni. Én autókat tártam nekem. Biztos, hogy az autóval van a baj? Igen. Csak nem tudom, hogy oda le, hogy megyek le. Meg gondolom, hogy jövök fel. Ez meg a másik. Azért egy csomagért. Na most ne csináld már, hogy a cél előtt elakadsz. Hát én nem megyek, csak onnan nem jövök vissza. Most a darumhoz beszéltem, mert... Letolatok. Meglátom. De. Menjek? Menjek most már mindegy. Elvitt a sodrás. Megviszi a csomagokat is. Ha nem áll. Mit csináltál? Meg 20 literem van. Elúszott. Na ne! Jóval. Én most itt lógatom a lábam a vízbe. El így ne, munkaerő. Odafele még sikerült átmennem, visszafele már nagyobb volt a sodrás. Vagy a túloldalról nem tudok valamivel átjönni. Megnézzük a túloldalt. Itt esetleg be tudnék tolatni a két cikla közt. Talán. Itt nagyon meredek. Lemegyek fel, nem bírok jönni. Ott van minden fönt. Még a parton sem tudok így menni, mert... Annyira sziklás, hogy ez csak itt lehet. Vagy egy hosszú darúval lenyúlni érte. Vagy leborulok aztán. Kezdjük előre. Andor, mit csinálsz a másik pályán? Mentem magamat. Jaj! Megnézem már, mi folyik itt. A víz. És nem is kicsit. Jaj! Nem biztos, hogy ezzel kéne mentenem magam. Állj meg! Na. Állj már meg! Hát nyomom a féket! Alakulsz, te is jól van. Figyelj már, a fékolajat nem a gumira kell kenni. Na, járjon. Miért van egy felborult Winstyr? Hát az deszinkből adódóan. De azt úgy hagytuk. Ez a csomag miből van? Rádióaktív, úgyhogy vigyázz vele.
Na, beszélyességi pótlékot kapok? Ez az. Á, nem beszélyes, nem sugároz. Nem. Az égőt a kezembe fogom, és majd világítni fog, mi? Nem. 100 évig. Nem elektromos, radioaktív, nem ugyanaz. Jó. Akkor fény leszek az éjszakába. Jó tudni. Jó. Na, akkor most már kezdjetek imádkozni, ha tudtok. Kell gifi, összkerék, padlógáz. És nem felborulni. Mász fel. És feljött. Ügyes vagyok. Az ebéd megkap. Vagy a vacsora? Mind a kettő. Összeráztam, de felhoztam a egyik csomagot. Csak a másikat kell valahogy összekukázni. Másik túloldalt van, jó van. És ezt hova kell leadni? Azt még én sem néztem meg. Na baszki. Oda fel kell vinni a garázson felülre. B3. Ja, az a obszervatórium, vagy mi a bánat? Igen. Jézusom. Hát odáig nem fogunk eljutni. De csak vége lesz a streamnek. Én nem húzza a vincset. Csak súly van a hátulján, könnyebben megyen. Márja cserélhetsz, ha gondolod, mert én most jövök a másik hármassal, a Canvers-szal menteni magamat. Utána a átszállhatsz valamelyikbe. Ó, nem gond, mert elmegy. Most már elmegy. Ja, most már van rajta súly. Most már jobban bírja. Ki kell lépnem az evakuátor kontrollból ahhoz, hogy be tudjam törlőzni ezt a rohadékot. Na. Igen, ejakulátor. Hát az. Ne! Nem, nem. Festéket egy kicsit meghorzsoljuk. Na itt van ez a jószág. Hát most nem szkóltal viszem el, de... Erre is kéne nekem ezt vinni. Nem tegér! Oda fel! Ó, baszki!
És itt hogy megyek tovább? Na, alternatív útvonat találtam megint. Nem arra, hanem erre. Nekem is adhattál volna. A folyón keresztül? Aha. Ára a fölfele. Szembe. Az jó. Nem az, a másik. Nem. Nem siet el. Lassan. Tudod, és ott jön. Tovább lőd. És ott jön. Ezt meg kell örökítenem, Andorsz. Mi, látsz engem? Hát beleültem az International-be. Ja. Megy hátra. Ez még nem jó. Na, a ringat a víz. Ki kell kapaszkodni magam a szárazra magam. Ó, nem fogok tudni lemenni. Megoldjuk. Van itt elég fa. Ó, víz alatt is lehet fotózni. Oh. Egyébként igen, én szoktam használni. Nem eléggé látszik, hogy víz alatt vagyok, az a baj. A hó esik a víz alatt is egyébként. Na mondjuk itt. Jó játék. Állj meg. Úgy. Még egy kicsit. Az igen. Ki vagyok kötve és közben darúzok. Na most engedte el a vincset. Jó van. Ügyes vagy. Volt egy stabil pont. Hát igen. Hopp, állj már meg! Hú. Hát ezt a autót szervizni kell vinni. Itt kell lenni mind a kettőnek, háromnak. Csak nem vitt el a víz. À, ott van alatta. Fotómódból nézed? Igen. Csinálom is a fotót. Most, hogy hogy így lobogtatod a konténert. Nem tudom, minek emeled olyan magas. Ez egy kicsit olyan az a konténer, így úgy néz ki, mintha ilyen izéből lenne, Hungarocellből. Azért buktatja oldalra az autót, mert Hungarocellből van. Hát úgy mozgott a levegőbe, mintha nem lenne súlya, de én szivacsból lenne. Gondolod, hogy fölemeled azt is? Hogy arra három is van, aha. Na, én felvettem. A kettőt? Csak innen most meg valahogy ki is kell menni. Jó van az úgy, ha nem esik. Na, recoverelheted magad, csak előbb leszívom a tankodat. Igen! Köszi. Azt a 20 liter? Igen. Megvárom. Várok egy kicsit, hogy kijutsz a folyóból, mert ha borulsz, akkor azt látni kell. Ja, jó van, köszi. Rajtad a világ szeme. Vissza is megyek fotón. Még jó, hogy én a másik oldalt vagyok. Itt nincs autó a közelbe. Kapaszkodja. Nem kapaszkodik, nagy a sodrás. Aha, hát erre nem. Még nem sok hiányzik. Felezőbe sem megy előrébb? Nem, próbáltam. Jó van, most már megvan. Mégis csak Canvas? Ö...
Ugye ez tud egy helybe is járni. Hogy érted? Az enyém. Na. Fényképek lettek, és még a zenei aláfestés is jól jött ki, mert pont ilyen levezető, ilyen lassú zene volt, ilyen búcsúzós, és pont akkor így elkanyarodtak Ambers-t, és elmentél. Ezt inkább nem értem félre. Ne. Fúj! Menjek, megér. Vagy boldogulsz? Hát, még van 67 literem, úgyhogy még kilódok vele egy kicsit. De már meg van mind a kettő? Hát itt van rajta, felvettem, csak nem bírok felmenni. Hát, fölhúzlak, vagy valamára. Hát csak ide, ha bejössz, fel is borulsz. A Canvers-el vagyok. Az is leborulni, amúgy. Na. Menjek. Nem. Elvileg kimegy. Ja, és akkor hova kell? Ja, oda. Akkor is bevárlak, mert egy irányba kell menni. Itt fel ne borulja. Jó. Jó, Adam! Elméletileg van még egy helyünk, igen. Kint vagyok az aszfalton. Jó. És merre menjünk? Hát az aszfalton szerintem föl a másik kapuig, átjáróig, az északig, és ott be jobbra. Gyere Discordra! Vagy nem tudom, van-e jobb ötleted oda fölkúszni? Hát én most itt jelöltem már ki erre az utat. Hát de a mocsáron keresztül lent? Hát megpróbálok itt átmenni. De üzemanyag kéne. Ott van egy bót a pierbe. Kis abból tankoltam most. Hon van? A kikötőbe járatán, ott áll egy nagy szemítélel volt, üzemanyagos. Igen. 60%-os. Megyek vissza. Már megyek is, fordulok vissza. Be kell kanyarodnom. Igen. És... nem tudom, mennyi lesz jó az a víz átfolyás, de hát... ennél jobb út nincs. És akkor... hogy a fák között azt hiszem föl tudok menni. Na. Ne jegy meg, jön mögötted egy Canvers. Wow. Mi ez a sok minden itt? Ez is ide áll az útba. Várjál, hát az nekem az kicsi lesz. Én megyek a... pont arra akarok kanyarodni, amerőt ti jöttök. Én megyek előbb, iszok egyet. Én egészségedre. Mit iszol? Igyunk együtt. Mindent, ami a betűvel kezdődik. A sör, a bor, a pálinka. Milyen sorrendben? Ugyanígy. Jövök én is inni. Magyar ember nem iszik magába. Nem. Na, ide férsz. Bocs, nem. Most már igen. Vagy megitatsz, ha már odaállta? Várja. Azt mondja. Hello, sziasztok. Na jó estét. Hello, kívánok. Mia. Jó estét kívánok. Na várjál, mert most ki vagy, mert két Ádám. Néven is fönn vagy a Discordon. Ádám, aki múltkor volt. Igen, tudod. Csak a... White Shark. A White Shark vagyok. Mindjárt, az oké, okay, csak két néven vagy fönn, és nem tudom most, hogy ez két külön account, vagy csak nem frissített a Discord. Szerintem csak nem frissített a Discordot. Nem kaptam. Megkaptad üzenetet? Várj, akkor próbálkozok majd, akkor egyedül. Nem kaptad meg? 60 literet hagytál benne? Nem, az nem az, az a tetejem. Tetejem. Ádám, átment a kód?
Átjött, közöm, igen, itt van. Jó, akkor. Mennem. Érkezem, jövök. Hogy telt a napotok? Hogy mondod? Elég hogy jó. Az MSZ vasárnapi nap? Ugye, teljesen jó volt nekem. Na, az a lényeg. Sütött a nap hét ágra. Sütött, akkor sütött a nap? Hét ágra nap. Sütött a nap. Tegnap délután, meg ma egész nap. Uh-huh. Itt esett egész nap. Az múlt héten volt. Itt meg a hó esik. Menjek, Na, merre menjünk ad volt? Hát még megyek utánad majd. Én az aszfalton gondoltam föl a másik kapuit. Aha. Igen, Wolfi, ez biztos, hogy így van. Tehát a sörbe kevés a vitamin, sokat kell belőle inni. És akkor ott meg izé balra át az erdőn keresztül. Várjál, hogy megyünk? Hogy megyünk arra? Nem tudom, rossz irányba tolattam ki. Hát amerről Schaller megy. Igen. A legnagyobb sárapám. Hol oda? Nem. Oda, hogy megyünk fel? Ah. Hát a Gateway Warehouse, a Log Station. Na csak töltsön be a garázsa. Ez az, benn vagyok. Jaj, jobb ötletem nincs. Mi a küldetés alatt? Viszek egy scout trailert oda a garázs felé, illetve nem a garázs fele. Van kint scout a garázsnál? Nézd már körül, hogy van-e kirakva. Scoutot? Ha jól látom, van egy Chevy Kodiaq T70. Nem, scout. Scout? Az nincs ki. Mindjárt teszek. Uh-huh. Van félúton elhagyva egy Chevrolet valahol, ha még nem vittem haza. Az is jó Chevrolet lehet. Chevrolet CK 1500. Megtaláltam, megvan. Az jó helyen is van. Gyere ki vele az alagúthoz, az aszfalt útra. Jó, akkor végig a sáron, ahogy múltkor mentünk. Uh-huh. Akkor harcoljuk. Én nem mennék arra, Andor. Én itt álltak. Hát figyelj, nem tudsz felmenni. Ott nem tudsz sehol felmenni. Hol tudsz felmenni? Vagy két oldalról. Vagy a garázs mögött mész föl. Hát ez egy rohadt nagy kerülő. Szerintem. Az. Vagy itt arra megyünk át az aszfalton végig. Hát azt az mondom, igen. Az aszfalton végig, és ott meg balra el. Wolfi, szerintem ez a Chevy is van olyan. Mint egy Hammer? Van hát. Melyik küldit csinál oda még, de benne van az őző? A Small Order. Small Order? Jó, akkor trekkeltem befelé. Hogy azt fogod átvenni tőlem ezt a scoutot, igen. Ilyet a flatbed trailert, és azt kell leadni. Nem, csak azt néztem, hogy merre rövidebb. Hát nem rövidebb, mert az pont olyan hülye helyen van. Ne próbálok így látenni. Hoppá, itt át kell jönni, nem? Elvileg itt át lehet jönni. Nem megyek egészen föl a kitvéjük, hanem előtte. Ádám uram, a tudogom, mert egy lapád 54, az sem baj, hangot. Ó, rohadj meg, Gopi! Rohadj meg! Garét! Minek nekem garét? Nem akarok egy vízeni. Ez jó volt, Wolfi. Most jöttem, baszat, dobdak a rám egy lapát, Galét. Nézd oda. Hát. Ismeritek egymást esetleg? Szerintem nem, én nem tudok róla. Hát dobjál. Hogy nem jössz rakni, Gané, jövni, hát dobjál. Na, félig meg. Mindjárt megnézem, milyen hangerőm van, hogy tudok-e megradni egy kicsit. Másfékezeddel megoldod. Mi? Hogy másfékezed van te? Mi csinálta? Jó a hangereje. Wolfi a tripod.
Jézusok. Kezdődik. 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 Hajd, unyás! Kezdődik, mint múltkor Wolfi a hírtévében. Ugye elképzelem Wolfit, egy két kéz a harmadik meg középen. Ja. Jaj, jaj. A tripod. Én itt vagyok mindjárt az átjárónál. Egyébként a vizen át, mindenlen, ahol jöttünk a nagy gépekkel. A belülről hogy néz ez ki? A CK 1500 az eléggé furán néz ki belülről. Igen, ma belülről elvisz a trodrás. Még a belsejjelnek a McDefense-nek egész modern. Annyi kapcsoló van rajta, én biztos nem tanulnám meg sose, hogy melyik mire való. Hát, hogyha egyszer az ember elkezdi vezetni, akkor csak utána már csak rájön, hogy melyik kapcsoló is, de így jöjj. Csak a műszerfalon van 8 darab óra, mindenféle visszajelző óra, és a mellékpanelen van még 4 darab óra. Meg még egy egy rendes LCD kijelző is. Az itt nem nagyon akarok haladni valahogy. Attól félek, ha leakasztom viszont a pótot, akkor azt elviszi a víz magába. Ne akasd le, mert jövök. Vagyis na hát ez az. Rajta vagyok. Időt bőzik egy is, hogy tudjuk mutatni. Hát már nem óra. Az LCD-nél lehet be lehet állítani. Székában nem bőzöttem. Az igen. Tuha. De haladok csak rohadtul lassan. Engemet is sodor a víz. Hát ez az. Minek tettek ide folyót? Még nem volt jó az aszfaltban. Majd kis... Nem kell segítség? De ez a baj, hogy nem tudsz, mert... Pincsel húzom akkor magam után a trélert, és... Hát igen, és vagy téged húznak, vagy a trélert. Ja. Hát de ha engem húzol, akkor a trélert elviszi a víz, mert... Azért add át a trélert. Ja, megyek én csak lassan. Gondolod, hogy ezért jó, ha rátakasztom a tért, mert rohadtul visszafogám. Engem is az fog vissza. Persze, de hát én azért csak nagyobb vagyok. Jó, akkor gyere hátrébb, hogy egyből rá tudj akasztani, mielőtt elviszi a víz. Nem baj, mentek utána. Figyelj, készülj, mert leakasztom. Hát fogom, vagy itt vagyok. Ne van akasztva. Ne boríts föl, mert nem kéne darúzni. Ja, fogod, de mit? Engedj. Jaj! Ki rakta ide ezt az autót? Nem én voltam. Belém akadt. Kéred vissza? Hát tulajdonképpen viheted, majd szembe fog jönni a Chevrolet, annak add át, passzod le. Még azon a vizen át kéne vinnia. Sőt, én még itt elmegyek valahol, akkor itt még átviszem. És még az is lehet, hogy a következő vizen is át kéne vinni, mert utána már nem lesz több víz. Hát én meg már valahol elmennék balra. Hát ahol a... Ugyanarra kell menni, vinni azt a szart is, amerre te fogsz menni. Föl a vízmosásba, nem? Hát oda be az erdészethez, a Logstation felé. Ja, de fönnmész a vízmocsásba. Itt akad le. Az alagút mellett, igaz? Igen, nagyjából. Csak még na, előbb gondoltam itt elfordulni. De itt előbb hol menné föl? Hát itt oldalt. A Barhausnál? A szikla mellett. Ja, Atta Gingernek. Túlképpen az is jó lehet. Atta Gingernek.
De a vízmosáson mész végig, ott kell leadni a vízmosás végénél, ahol ott van hagyva a Twin Steer. Oda kell vinni. Ja. Elvileg ott fogsz elmenni mellette. Jó, hát akkor Ádám fölakasztja, én meg húzom Ádámot. Mi? Azaz. Pontosítok egymást. Jó. Andorsz, engem ne úgy fogjál meg, jó, hogy lehetőleg ne ránci... Ó, baj van, Andorsz. Nem megy főbb. Várjál, gatya van. Várjál. Áthúznak én mindenen. Megyek én is veletek. Én tudom, hogy áthúzod, de ne úgy húzz át, hogy én nekem bajom legyen belőle. Hát az majd kiderül. Kösz. Majd talpra állít. Előbb felülök, ahogy elnézem. Ne ülök. Nem húzlak, nem bírnak lehúzni. Azért nem volt, hogy így lehúzok. Na, hogy kérdés, hogy itt a víz az honnan jön? Látszólag a semmiből. És olyan sodrása van, mint az állat. Valahol. Ne bekrabodta, Andor, azt mondja, meghúz, akkor meg leszel húzva. Az biztos. Feltéve, ha nem akadok fönn a sziklákon. Nem is azt húzod, Andor, kell mondani, egy fár. Ja. Akadod tár, ami nem megyed. Akkor akadj te belé. Az, hogy hallod, Ádám? Olvasd el, hogy Wolfi mit ír neked? Ezt elolvastam. Nehebek, habok, ha Andorsz azt mondja, meghúz, akkor meg leszel húzva. Kész. Na, biztos. Mint a börtönbe. Kész. Na, megvan, húzzá. Uhú, bazd meg. Jaj. Hát elengedje. Nem engedlek el. Fogjad szorosan! Fogom! Nyomjad! Lehetőleg ne úrán cigáljál, mint egy szálfát. Nem, mint szépen óvatosan. Ó, hogy azon le nem akadó... Igen, és itt valahogy föl kéne oda menni. Csak hol? Na igen. Nem itt a havon keresztül talán. Yes. Ege, de ha már valami faj is lesz a dologba, akkor kifelé vigyázz a szálkákkal. Kösz. Kösz. Vigyázz a szálkákkal. De miért akadok le? Nem tudom. Mindegy, egyelőre amíg megyek, addig megyek. És amíg nem megyek, onnantól meg nem megyek. Ezt mondjuk jobban mondtam, de mindegy. Jó, szerintem láttuszba tesszük, én kapattuk a bütit. Aha, hogy ez... Ó, ez kicsit nehéz hozzánk képest. Megirátok kell várni? Na, kösz. Mi szemedünk fölfelé. Úgy látom, hogy Andorsz az... Canversy megadta magát. Fölfelé? Toljálak meg egy 40 tonnás gépet, egy 5 tonnás kis autóval, baszd meg. Ezért mondom, hogy toljál meg. Mi a terved? Egyik tolja, másik húzda. Azaz. 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 Ezt a végén kiderül, hogy... Ki. Végén kiderül, hogy nem is a répa ragadt a földbe. Na... Amin. Kutyáú, ne messze lesz ez talán is. Hol lesz az úgy felmenni? Canvers nem gyorsulat. Szóval eljöttem anyám gyorsulat, de hogyha nem akar, nem a autóvincs, nem azt a kigyobbaszott pártincselni meg mellettem. Hát te autóvincsel csináld. Megvan, mehet. Igen, bár visszatolhatom. Ha egy kicsit recsek, ropog a váltó, az nem gond? Várjál, szerintem köp ki, ami a szádban van és a mikrofon tedben, mert nem hallani, csak éppen mit röhög. Szóhorrhagy meg, Wolfi. Azt mondja, nem hallani, mert már jött. Orvosolnunk a problematikát. Egészség. Artikulálja. Kösz. Szerintem picsulálok.
De ez nem bet. Vezérlet. Mindjárt följön. Mindjárt orvosol a mit, nyugi. Egy pörcöt kérek, és megvan úrva a hang. Felvétel, mikrofon, figyelés, jelszintes. Fő százra. Na. Ah. Most gondolom, már jobb lesz a hangom. Hey. Most már rohadt hangos lettél. Meg. Igen. Hangos lesz, te bocsánat. Ha nagyon. Nincs kint a 18-as karika. Ja, hogy vegyem ki a ezét a számból? Ó, de szemét vagy. Wolfi, nem érez... Wolfikám, nem éreztem azt a kalapszart, amit akartál nekem adni. Szóval... Mindegy. Ganyi volt egy lapáttal, na. Én még megakadtam. De jó, hogy Andorszkám, te elmész, én meg itt felakadok egy fára. Nem megyek, hát baszd, hogy próbálok átvenni egy fán, de nem tudok átvenni. Ráncigáljál meg! Én azt szeretem, ha rántana... Jó, mondjuk ez kicsit félreérthető. Na tessék! Tessék! Ahogy megvan, hogy miért nem jöttem, várjál, mert kifogy a tüzemanyagom. Kibolyik itt teszek a zsákból, vágod? Na, de nem úgy. Andorsz, ráncigáld meg rendesen, mert ő azt szereti. Várjál, de még nem ér. De már van. Meg kiszedtem a tetőről. Még nem ért oda, de kapaszkodj, csak nyugodtan odaérősz. Hát ide ér egyszer az életbe, persze. Valamikor. Csak nyugodtan, hát mint nyúl a hurokba. Kerek... Az. Annak a bőhöm nagy kerekének nincsen akadály, de ennek a kis vízsligumminak... De... Baszke, ennyire nem lehet venni a hangot. Na, mit csinált azzal a mikrofonnal? Tényleg lenyelted? Miért? Miért mondod? Hát már úgy levettem el a hangot, hogy ennél jobban nem lehet. Mi? És még így is hangos vagyok? Igen. Én 80%-ra vettelek le. Hát akkor lehet, hogy kicsit én tudtam föl itt a dolgokat, e? Mert 100-ot oltam. Leteszem 80-ra. Nem, most már jó volt. Várjál, leteszem 80-ra a hangot, de ahogy a gépe is úgy akarná. Persze. Most már jó. Ne piszkáld. Akkor nem... Akkor nem piszkálom, már... úgy hagytam. Menj úgy hozzá, most úgy jó. Hagy... Most jó, nem mozog. Most jó, nem mozog. Vigyázzatok, fiúk, mert bekapom minden, bekap mindent is. Na, Wolfi? Azért, no. Azért mi? Mindent is bekap. Sőt, nem volt. Kap be a csörlőmet. Meggondoltam, hogy jól érezzétek magatokat, egy kis családalapító zene. Az, kösz. Hát, egy milliót is kapsz, dobsz hozzá. Mi van? Nem kapok be semmit, Wolfi. Hát, családalapítás. Szóld meg, vedd föl a csokot. Hát, te vagy a csok, nem? Mi ez itt előtte? Menjél már. Álljál meg, most akartam fotózni, ne gyere nekem. Azt vártam, hogy azt vártam, hogy utolérjetek. Hát itt elállja az utam. Pakolt utána a Jézusom, na mindegy. Ojojoj, az... Remélem, na jó. Pakold újra azt a járművet, mert állam deszinkes lett. Igen, látom, hogy kilökted alóla az éket, te. Hogyha már nem durungál, figyelj valaki ha már nem durungálatok el, ahogy meg kell nyomni a hangulatot. Kösz. Várjatok hangulatnyomósok, engedve, hogy húzik-e. Várjál már, egyből le is dobta izét. Mit a kocsit? Kirúgta magamról az éket. Na, az baj. Nem akar fönnmaradni, látod, nem akar veled benni. Lehet Andorszor akar menni, ugye mi? Egér bácsi, merre jársz? Hát, túloldatlan. Én túloldalak vagyok, mindjárt a célnál. Én is ott lennék, ha nem kéne így hosszolgatnom magam meg. Na, figyelj be! Szerintem nem menni. Andor, akartam kullancsot mondani.
Hanos, te, jött, te jöttél erre. De én magamtól már ott lennék. Én mondtam, hogy erre gyere utánam. Én magamtól már előrébb lennék. Hát most lőhet, de most találtad egy kis autó, most az nem súly. A 40 tonnához képest, hogy mennyi. Nem súly, csak mindig leakadsz. Na, kösz. Rovan, átjutsz a hegygerincen, onnan már könnyebb lesz, mert gravitáció viszi lefelé. Jó, hát igen, csak álljak meg. Lehet a kis autó leszeretné, hogy... Mert azért valamit te is csináljál, neked kell lefékezni. Lehet a kis autó is szeretné, hogyha meghúzzátok. Na! Na, ugye? Most akkor dönts már! Nem, várjál, hogyha főnök úr nem Dodge-emmel küldi, akkor nem lenne ilyen gond. Na! Ez nem Dodge-em, ez fikélet terepjáró, csak nem mindig megy el ott, ahol kéne. Maradjunk annyiba. Az egy teljesen felszerelt Chevrolet terepjáró, jó? Első meppes generációs. Ja. Ős kövület. Az, ős kövület, de azért még ez a pár. Egyébként itt egész jól lehetett vele haladni. Mondjuk az egy dolog, hogy nem arra van kitalálva, hogy vontassanak vele ezért két nagy vagon valamit. Hát ne, bazd meg. Anders, ne hagyd itt! Ne hagyd egyetünk! Itt zöldbe vagy, ott át tudsz jönni. Na persze, csak éppen köbön vagyok. Tetepjáról, ami mindenkor jól elmegy, csak legyen aszfalt. Úgy van. Mindenütt át, hogy csak legyen aszfalt. Kösz, éppen ráhúzta egy sziklára, aztán leakasztottál. Azt, hogy én sziklázzam meg a szikli, és oda, amit mondok. Andorban benne van a versenyszellem már megint. Hát abban benne, mert engem úgy itt jött, mint szart a szarba. Átadnak szóval... főnöknek. Kösz. Át tudsz jönni azon a... Nem. Mert nem lesz szó, mert felakasztott a sziklára úgy, ahogy kell. Ádám, old meg. Azon vagyok, csak a kocsi az átjött, csak a pótkocsi nem akar. Wandorsod te is a sziklára, hogy nem tudta van egy centét előrébb húzni. Úgy, ha nem valaki tolott. Én. Neked van ez a pittyegő bigulád? Igen. Hú, bazd meg, Anders. Jó, hát és a városi terepjáró, na hát akkor is terepjáró. Akkor is az. Csak nem ilyen... Csak nem akkor a súlybontottásra találták ki. Mondjuk a kerék az baszóra rajta, ezzel elmehet egy off-road fesztiválra. Hogy nem terepre vagy, az így biztos. Nem, hát amíg nem volt rajta a teher, addig lehetett vele haladni, csak... Hát, amíg nem volt rajta a teher, és én belementem a vízbe, majdnem megborított. De... Jó, hát az a csodrás, az elviszi meg nagy teherautókat is, azért álljál meg, tehát ne ott. Ne azhoz hasonlítsd. Nem, persze, de azért az Michiganben ez a kis teherautó, az teherautó. A kis terepjáró azért ez mit nem, azért kibír sok mindent. Szóval. Na. Nem szállításra való, de most ez volt kéznél. Ő ne borulj! Nem borulok, csak hogy... Én kiástam magamnak egy fajn gödröt. Gödrö... Arra inkább a Scout 800. Mire? Na, már látom a célt. Huzigálni! Jó, neked. Ja, huzigálni, Scout 800. Hát, neked is. Az jó. Azt mondja, átad neked főnök. Vannak ilyen szeródroppok, azt akkor leállhat a izé. Gyerünk, menj föl. Várja, a Scout 800, ez nem az a kicsi kis autó, az a kicsi szar. Az a nagyon pici. De... Megvárom, hogy a havon átjussál, mert ez egy szar rész. Ó, még az is van. Itt még saras havasja. Nem. Hát, de. Próbálj meg a szélén menni. Neked jó az, na, ide figyelj, Wolfi. Jól van, Dávid. Vigyázz magadra az úton.
Valaki leadott négyet? Andor, szivat? Feleslegesen jövök végig, szenvedek? Nem, egyet le kell adnod. Egyet duplán adott le már megint. Ja. Ja, mert behizélte szerintem, többször nyomta le, ahogy kellett volna. Akkor gyere, értem, most már. Most visszamegyek a többiekért. Most már érted meg? Látom, te is pakakadtál, meg én is pakakadtam. Azt hittem, hogy tudsz jönni. Kapaszkodj. Annyira kapaszkodok. A sár ez olyan mocskos ragasztó, hogy még lefele se enged menni. Még ott vagytok azon a részen? Hát de még fölfele se. Hát Underscan, mi még mindig ott jövünk, szóval ahol te gyere, 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 gyere! Csak leakadtam. De rosszul van itt, azt a mindenit. Az meg én megálltam. Azért nem akartam arról jönni. Üzemanyagom fog elfogyni. Az nekem is, 30 literem maradt. Már megyek. De neked van még tartalék, nem? Sevin. Nincsen, azt használtam el. Jó, ennyi volt. Lefulladt? Felborultam. Azt jó. Aj. Andal kettővel. Na hát csak ezért Wolfikának kellett emlegetni a borulásokat, tessék. Igen, megnézem, hol tartanak, még ott fönt vannak. Megvan, jönnök egy előre. Majd megyek vissza. És nekem merre van ez a kis házikó? Cél előtt megborul. Hát mindjárt el kell fordulni jobbra. Akkor már nem menjek? Gyere, értem. Hát ezt az együtt le kell vinni. Csaller. Ez mi a faszomba akadt itt meg? Azt most mondjátok már meg. Én nem tudom. Már el tudtok fordulni? Te, hogy Isten velkom. Hegyről nem jött le. Hát én meg a hegyen vagyok, mert én megintem. Maradjunk annyiba. Már a gravitáció is kevés. Ide az, mert ez a sár az úgy megfog, hogy innen se előre, se hátra. Én radamost alatt olyan, mintha nénóznánk. A húzás alatt. Hű, te, jobban megindultam, hogy még életedbe soha. Azt mondja volt, hogy már ezt lefog rám, hogy egér elborul. Ügyi fiú megoldja neked is. Na jó, akkor menjek egérhez. Menjél. Nekem üzemanyag problémám lesz. Hát de Wolfikám. Nem hagytunk itt valahol üzemanyagost? Lenn a Logstation-nél. Lenn a Logstation-nél van. Megyek egér. Jó. Akkor itt nekünk jobbra kéne zsolni. Hát ott kell leadni, de ha nincs üzemanyagod, akkor rakasz le itt. Gyere el tankolni, aztán majd visszajössz. Annyi van? 27 literrel én oda el tudok csalinkázni. Oda kell bevinni a Twin Steer mellé. Ja, megódom, be csalinkázok én oda valahogy. Erre kellett jönni? Igen, ott gyere lefele. Wolfikám, remélem ma nem készülti azokkal, mint múltkor ezek a vicces írásokkal, te még a szarrára jöttem magam. Nem akkor az. Röhögésemben majdnem behugyoztam. Remélem nem fogsz olyanokat írogatni. Meg én, mert nem akarok itt. Kimegy meg minket, Wolfi. Ja. Jöhet minden, Wolfi, ne sajnáld. Fogtass csak a billentyűzetet. Akkor mindent fog nyomni is, amit nem kéne még azt is. Ott hogy fogok átmenni, azt még nem tudom. Én is azon gondolkodok, hogy én itt hogy megyek át ezen a nagy sáron. Difizárat mondjuk benyomjuk, de... Ezt oké, okay, de... Hogy... Mindjárt itt vagyok a Twin Steer-nél. Ez az. Hoppa. De jó hangja van ennek az autónak, Andor. A 3 kilométerről hallasz. Aha. Rádvele az ő magyar úgy is kiborítja, nem kegyétek tankolni. Ez most kire értette, Wolfi? De most mit rakadtak a póton már megint? Hogy ez a retek, azt ne oda vincseljé, hanem úgyis jó, akkor vincselj oda. Úgy.
Zsupodi bumbi. Neked, én nekem. Magad a gér. Én, Baltikám, én mióta borítom ki az anyagot? Én kikérem magamnak, most egyszer sem borultam még fő. Azért, no. Na, várja, 3-2-1. Ilyenkor szokott, még egyszer sem borultam fő. Csat. Engem nem kell kétszer kérni, ott ütött a billentyű. Az gondoltam. Ó, baszki, de meredek ez itt. Hogy jöttetek föl? Tudja, hogy le? Azon gondolkozok, hogy... Elveszed? Hát fel, egyet. Mind a kettőt, nem tudom. helyes, jól csinál az Wolfi. Wolfi az nyomja. Na, fokozzad. Oda kéne mennem a Finstir mellé, csak itt olyan bolonda a terep, és nincs pontom. Tudod, mit csinálok? Mi van már? Beszállok a Finst. Hold meg, Wolfi. Ádám, hold meg. Elhúzom a Finstirrel, ami itt van. Itt lehetem őrlek, mert ezért megburulok itt el. Akkor baj van. Onda befesszük a fék. Jaj, Margit. Hát, ne toljál le azért. Hogy csinálod? Belugosan mi volt az a hangfele? Jézus úristen. Olyan szépen vesz. Ebben felvezzük, ki sem tudja. Tudnám hagyni. Hát, bezzük. Ó, jaj, de nyomkodok én már mindent is. De pattog az egész autó. Menj föl! Fülj! Jó. Leadott-e azt az egyet? Vagy most már adjam el? Adjad, hát ott van rajtad. Add le. Csináljunk egy olyat, hogy... Bíros kenyér. Ott húzzuk meg. Az utolsót meg izé törlöm. Az körül... Remove cargo. Motor leállít, erre iszunk. Na, hát akkor ígyunk. Maradt 82 liter. Ígyunk, hogy legyen húgyunk, mi? Fent van egy tankeros. Abban nem tudom, hogy... Nem kell. Nem kell tankolni. Ha csak nem... nem kell innen esetleg... Nézzétek meg, hogy kell-e innen deszkát vinni a fatelepről. És olyan deszkát, amit el tudtok vinni azzal a járművel, mert ha nem, akkor nem kell megtankolni. Sőt, akkor vissza kell tölteni üzemanyagot az üzemanyagosba, és utána recoverelem. Jó, és én... Recover szerelem. Mi? Valami négy férőhelyes dolgot innen kellett vinni, vagy valami. Megdrizgáltam a pöcörőd, ez van. Volt az a hangcsap. Medium planks harangozott egyet, de valami baj. Medium planks bokkel itt kettőt vinni. Na, merre? Mi csinálja? Két férőhelyes. Vagy nem tudom, hogy innen vigyünk, vagy ezt inkább a szóméből is lehet vinni. Hát meg kell nézni, hogy hova kell vinni. De több mindegy, mert plankszok vannak a szómébe is. Ez közelebb van a garázshoz, mint itt. Úgy csak, hogy végtelen mennyiségű van benne, vagy fix abba is? Végtelen. A szómébe már végtelen van. És azt nem kell legyártani logból? Fixen benne van? Igen, én úgy látom, hogy igen. Én azért inkább megnézném, valamivel száguldják ki a garázsból oda, és nézd meg, hogy tényleg úgy van-e. Na, Schaller, akkor én tovább hogyan, merre? A másik pályára át kéne nézni, ott van egy csomó mellékküld, ami elmaradt, és azokat kéne megcsinálgatni. Az egyikhez, a Forddal el kell indultam, nem tudom az hova lett, de a Fordot át kell vinni az egyikhez, meg kell javítani egy járművet. Ford 750? Ford 750, igen. Mint az, hogy benn van a sár közepén. Ja, hát itt végtelenből van. A long planks az négy férőhelyes. Szerintem a féláramásra vigyétek a cuccokat és hatásosabb kicsit. Akkor hogyan? Igen, ebben van valami, Wolfi, ezt már át kell gondolni. Összehívjuk a válságstábot és megbeszéljük, hogy ezt tényleg itt csináljuk-e. Bocsánat. Mik ezek a hangutánzók? Emésztési problémák esetleg? Nem, hanem bevertem a lábujjamat a izébe, asztalba. Asztalba.
akkor szerintem hozz vissza azt a Canverse-et onnan, meg a mindent. Ez nem volt jó ötlet. Milyen táblázat mindig? És akkor találjuk ki, hogy melyiket csináljuk. Itt a Dusty Woodwork. Akkor menjünk a garázsba? Szerintem... Igen. Illetve a másik térképen mondom, nézzétek meg a mellékküldiket, mert ott van hagyva egy csomó jármű pont emiatt, hogy mi az, amit meg lehet ott csinálni velük. És akkor szerinted máma végzünk a mainnál. Nem tudom, attól függ, mennyit kínlódunk. Az hol vannak itt autók? Fönn a szobornál. Na, megvan. Ja, ott álltok. Van egy faszállító izénél is, lenne a Watchtower-nél. Meg fönn a motelnél van hagyva egy pár. Tele van még itt egy melléküldülő. De most faszállító vagy faszállító? Hát kinek mi? Nem Wolfi, nem még, mert... Nem mással voltam elfoglalva és nem raktam föl se. Excel-t, amit valószínűleg nem is fogok, de Open Office meg semmit, tehát nem kerestem még hozzá olyat, amivel meg tudom nyitni. Na, melyik izét kell? Melyik scoutot kell megjavítani, vagy melyik... Nem, a scouttal kell menni, az F750-es Ford-dal át kell oda menni. És a térkép bal felső sarkában van egy ott hagyut, ami ki van húzva a folyóból, de meg is kell javítani, és le kell szállítani a megadott helyre. A javításhoz kell a Ford. Aros izé... Na... Hol? Bal alsó sarkában... Nem! Bal felső sarkában a térképnek van. Bal felső sarkában... Ki van, múlva egy kocsi? A tóból? Az már ki van húzva. Nekem nem mindegy. Ádám, te úgyis rossz végén lesz mindnek a szállító. Hú, de szemét vagy. Hú, Wolfi. Én úgy érzem, te nem szeretsz engem. De ő szeret. Így fejezi ki. Hát akkor fajnos. Na, hát tudod, az Oviba is a fiúk annak a lánynak húzzák a haját, amelyik tetszik. Na, örülj, hogy a hajat húzzák. Annak idő, hogy nem másik. Na, itt a Kenwoodon van nek egy konténer, azt adjam be, vagy? Az már leadott. Jó, akkor törölhetem az... róla. Ja. Szerintem más küldetésben én nem láttam, hogy kéne még konténer, úgyhogy... Én itt esküszöm vakuljak meg, én nem látok a bal felső sarokban a vízből kiúzott autót. Aszfalt. Már arrébb van húzva a folyótól egy, nem is tudom mi az, talán tajga. Mindegy, a melléküldi között keresd meg, melyik az, meg fogja mutatni, hogy hol van. Dirty, missing track, megvan. Hogy én nem vettem észre, hogy a baksit pohámat. És hova kell lehúzni? Oda! Kösz, azt írjuk, hogy megyek be. Megoldjuk, figyelj. Ez a nehézsége. Improvizálunk. Átvagyunk mindenre is. Ami még nem kéne, még azon is. Csirkével állt össze? Keresem a makit. Milyen makit? Én elvállaltam egy mellékküldit, már csinálom. Melyik az? Én is azon gondolok, hogy melyiket, hogy én se azt vállaljam. A Lost Woodsbot. Dehogy nem, én nagyon, hogy nem érzem, lehet beljebb is. Köszi, nem kell beljebb, jó? Szerintem azt csinálja Ádám. De... Mit? Melyiket? Melyiket csinálod? Én a Lost but the Forgotten. Na, igen. Mert ahhoz kell javítani is. Nem, azt csak el kell vinni. Másikat kell javítani. Milyen másikat? Másik küldetést, akkor... Broken, wrong place, wrong time. Arra gondolsz? Igen, az kell. Mert akkor ti behúzzátok azt, mert oda én nem igen tudok belenni, akkor még megjavítsam azt a szart, mert én oda, én ezzel a F750-es... Te tudsz javítani.
Igen, azért mondom, de én ezzel a F750-essel, én oda, amikor bevagyogok, az egy évezred. Én oda be se tudok menni. Azzal még bemész. Mi? Itt? Azzal be tudsz egyébként, de azt amúgy is le kell minden húzni onnan, tehát lejjebb lehet húzni, mert azt be kell vinni utána a térképnek az, a, hát az alsó közepébe. Igen, igen, azt kivajjára, hogy hova kell bevinni. Úgyhogy onnan fölülről le lehet vinni egy teherautót, elmenni vele és lehúzni, mert úgyis le kell vinni utána. Most én az tök mindegy, hogy hol van megjavítva, hogy a sarokban van megjavítva, vagy a célnál, teljesen mindegy, csak meg legyen javítva. Két orrakban, Jézusom. Nem tudom, mennyi üzemanyag van ott. Az a Twin Steer kell még? Visszaborítjuk és kell még, vagy haza lehet vinni majd? Még longplanket szállítani még jó lehet, csak nem tudom, hogy ide vagy innen kell-e. Hordus macera is elég érdekes. Melyik? Én most a legutolsót választottam ki, ezt a hordóst, ezt a Revine. Az vicces. Igen, de az nem csak hordós, ha megnézed. Tudom, ott minden, kell vinni. Mindent föl kell vinni a hegyre, a SUV-ot is, a trailert is, meg a hordókat is. Olvasd, de Schaller, mit élsz, Volvo Elfi? Hogy a vegyen fel a kapu állatot, indulj meg és törd, és nyájod. De szemét, hogy te. Na, jó van. Megér, ha már úgy arra nyersz, mit csinálod azt a pontos küldit is? Vagy a felét? Kösz, Morfi, köszi, megállsz. Assurance. Megpróbálom mindent megcsinálni. Honnan mész, Egér? Fölülről? Igen. Csak ott van gép. Itt van fenn, innen kell lemenni. Jobb vagy a bal oldalt. Ha oda visszamész, akkor meg tudod minden négyet csinálni, de ha egyben átmész a másik oldalra, akkor azt az oldalt meg tudod csinálni. Itt most fel kell venni a két hordót, hordkocsit, meg a személyautót elhozni, de mellette van a kis ház. Ja, útközben izét is meg tudod nem csinálni. Ja nem, mert azt visszafele kell rohadék, mert visszafele mennek a pontok, a lentről fölfele. Az tök mindegy, milyen sorrendben csinálod meg a pontot. Az Illegal Entertainment című, a többi pont be van lakatolva. Ott csak a legelsőt mutatja az át, és csak akkor onlokkolja a B-t, hogyha az A már megvan. Úgyhogy és néztem, hogy alulról kell fölfele menni, egész az alagút. De mi? Aztán ha elakadsz, akkor miután megtoltak a fiúk, akkor kér segítséget a géphez is. Ó, te... Na jó van, Wolfi? Kötött szopóállarcot, mert tél van. Nehogy megfázzál. Unyás, bassz meg. Jönnek hülyeségek ez arra. Hát de dunyás, abba csak belaizod, és akkor lesz a személy, hogy így nem. Ó, te! Adam, te akartad. Kiraktad magad a Rivalda fénybe, kész. Te vagy a porondom most. Úgy érzem, közben el is akadtam. Szóval... Megvan ez koronázó mindennel is. Se előre, se hátra. Se kisebb esenyő, igaz? Igen. Sőt, még magamhoz hoztam egy fenyőfát, aki azt mondja, hogy jaj, egye. Szóval, igen. Most jön a 20 forintos kérdés, mennyire mély a víz? Itt, ahol én vagyok, elég itt. Nem, ott, ahol én vagyok. Meg tudod. Oké. Okay. Ugyan. Valaki esetleg véletlenül nem jön erre, amerre én volt? Itt egy Pacific 212-es. Ezt innen lehozhatom? Az itt nagyon mély. De hogy mély, csak kicsi az autó. Na. Oké. Okay. Nézőpont kérdése, igen. Itt éjszakon hol lehet átmenni a vizen, Andorsz? Hol van gázló? Csak ott legfölül a... Ott a patak, vagy középen, hol okay. Hol vagy, mi van? Hol van, meg? A talagútnál. Hát ott a warehouse, ott van egy középen egy zátony. Vagy nem tudom, mire gondolsz, melyik alagútnál. A bal... másik térképen vagyok, a bal felső sarokban az alagútnál, át kéne jutnom a folyón.
nem kell, hogy erre gyere. Ott vagyok a folyóparton, csak itt rohadt mély a víz. Ja. Hát föntről nézd a köveket. Át lehet menni. Föntről nézd ilyen. Hát föntről nézem, de már fülkeikben voltam a vízbe, és csak lefele ment. De most... De lát, hát... Pedig ott át lehet menni. Tegnap az aromacúval ott átmentem. Föntről lehet látni a fehér köveket, hogy merre mennek. Csak ez a bunyhás is. Csak sodor a víz. Azt mondja, kenderkötél vagyok. Befelé betuszkolja, de húzóra még tök jó. Ez basszátok. Ádám, azért, hogyha valaki más beszél, akkor hagyd már, hogy befejezze. Jó. Persze, én beszél. Én beakadtam, gyerekek. Baj van. Az a baj, hogy elvisz a víz. Ajaj, látom. Nincs Jani, nem tudsz valahova? Nincs, sehova. Én nem nagyon. Hát akkor nem tudom. Van ott egy szántóföld. Kis pamacsziget, arra ússzál rá. Köszönöm. Hát, hogy fölborít a víz, tehát hiába kormányzok ellen. Eddig még nem borultál meg. Hát majd most. Próbálj meg nem megborulni. Hát most már igen. Tesz. Puty. Hát, akár merre kormányzok, mindenképp fölborít a víz. Ha jobb balra, ja, akkor azért, mert a sodráska oldalba is azért borít meg. Azt ha várjál, jobbra... De az autót viszi, bocsi. Hát, de az a baj, hogy most valamivel ide kell jönni kimenteni, mert engem is, hát, meg a másikat is. Hát én mondtam, hogy itt nem fogok átjönni, de azt mondtad, hogy át fogok menni. Én elindultam és nem jöttem át, úgyhogy... Akkor gyere ide is, mentsék ki. És miért? Bolti, ez mi miattam volt sallertelen felborult? Fogjál rá mindent, úgy van. Igen. Az a legjobb. Igen, ez is Ádám miatt van. Úgy van, fogja rá minden, az egyszerű. Adjál tatarint, azt utánad megyek. 20 óra még tök jó. A kurva élet. Nem tudom, máshol nem nagyon lehet ott átmenni. Ezzel én is sokat játszikoltam. Szerintem, amikor szólóban voltam elsőre, tízszer én is megborultam, amíg rájöttem, hogy hol lehet át evickölni. Az a baj, hogy a világ végén van, tehát 600 óra, mire hát, ide megint fölverekszi valaki valami, hát föl... Ezért nem akartam itt fölborulni. Hát... Mondom, tatarin. Hát de tudjátok, nem akarásnak nézni. Hát tatarin is 600 óra, mire ide ér. De az hát mindegy. Kevésbé 600, mert legalább átmegy minden nap. Te elsüllyed! Itt már rég elsüllyed volna. Többi még küzd. De úszni nem tud, az Sándor. Hát... Annyit kibír talán. Megfullad a sofőr. Alvázmosás. Kicsit hát, meghal, az nem gond. Hát de Wolfikám, ez nem alvázmosás. Ez inkább fülkemosás. Szó szerint. Akkor az X-el nekem mindegy. Amúros az X-kel. Na, azt tényleg átmegy mindenek. Jó, F750 kim van a jégből. Na. Nem ment fő. Merre is vagy ott? Ja, itt föl kell menni itt az erdő közepén, vagy a garázs mögött, valahol föl lehet küzdeni magunkat. Mondjuk így. És akkor jobbra. Megvan, ez megvan. Van olyan küldetésünk, hogy Road to the Plant. Hogy azt majd még valahol elő kell szedni, vagy valami után fog csak állokkolódni. Jól látom, kétszer négy valamit, vagy cementet, vagy deszkát kell leszállítani benne. Azt nem tudom, azt nem láttam. Road to the Plant, Dart, Ice and Delivery, Support Local Ranger, meg Last Season Treasure. Az itt van. Support Local Ranger, azt még föl is kell venni.
már látjuk, de még nincs fölvéve. A Road to the Plant. Ja, az a két darab híd, amit meg kell építeni, igen. Az sincs még fölvéve, de már látjuk. Akkor az deszkás lesz. 2x4 deszkát kell majd odavinni, két fahidat fölépíteni. Azt mondta Wolfi, tett ki a nagy talját a ballongumival. Az például, az se rossz. De az iszk az biztos nem akad el. Nem a Mastodon, hanem a kisebbik. De még mindig Amerikában vagyunk, nem teszek ki a rossz járművet. Hogy van? Akkor esetleg a... Mi az? Igaz, Andor Tatarinnal. Na. Én szerintem az a Tatarin meg fogod fulladni a folyóba. Elképzelhető. Túl alacsony. Hát én is alig lógtam ki a vízből. Nem az, hogy sokan azt mondják, hogy Tatarin két értű, de nem igaz. Hát ebben a játékban nem. Való életben az, de nem. Hát most akkor nem mi az, a... Tatarin, a Tatarin az nem, az való életben nem egy fug. Mit fug, mert az is két értű. Mit hagytatok a itt? A fug. Tudod, melyik a fug, Andorszán? Két éltő, azt tudom. Igen, de kiköpötten úgy néz ki, mint a Tatarin. Ó, te csináltál estét, Schaller? Vagy? Nem, csak átjöttem a másik pályáról, annyit csináltam, de időnként attól megbolondul a játék órája. Aki kitalált ezeket a jeges havas utakat, én mindegy, nem mondok semmit. Na, mi van itt? Tűzoltó Gellé van Korn. Az nem jó ide? Azt mondja Wolfi. Tűzoltós Gellé van Korn. Na, esetleg az is jó, igen. Nagy is, nehéz is. Hát, ez ki is volt. Azzal is jöhetsz. Ja. Tűzoltós Gellé. El is rejtettem már, hogy olyan is van. Az a Ontario, nem? Igen. Amikor oltani kell az árbétüzeket. Elméletileg így lehet egyszer, behaladni. Egyszer az életbe csak átjutok az F750-nek. Én megpróbálom visszahozni azt a jószágot. Melyiket? Amit neked kell megjavítani a 750-nel, elindulok érte, próbálom lejjebb húzni. Én a 750-nel jelenleg jégbe szorultam, és magamot akarom kiszedni, csak nem kevésbé több sikerrel. Hogyha a 750-nel elmegyek a oldalt... Bocsánat, csak hangosan gondolkozok. A tetőn módosított BTR-70 és dunyhás a fug, az melyik a fug? Arról mit tudsz? Mimi? Fug. A fug. Az a katonai ézébe szolgál. Szolgál? Szolgál? Persze. Most én vagy elbasztam, mit, hogy ide bejöttem, vagy jól csináltam. És jól csináltam. De rájöttem. Ufa! Hello, és akkor zord. Szia, Szivar! Hello, Szivar! Hello, hello! Köszönöm. A helyeden ül, Szivar. Hú, ez én kapni fogok, úgy érzem.
Ajaj. Nem a fogról mintázták? Felveszi a fizetésed. Ez így nem lesz jó. Na na. Mi? Beszakad a jég. Hát az én alakom, mint beszakadt. Jó, te kisebb autó, ez meg a Kenwood. Ez a beszakad, ott is marad. Hát, az biztos. Azt hiszem, hogy jó Isten nem szedik ki, akkor onnan. Há. Ászivar, köszi szépen, hogy feliratkoztatta a dunyhást. Ha akarja, ha nem. Akarja, ha nem. Kapol bizony, ha más nem szivarod a gyát is hátul. Kösz! Jaj! De most miért nincs? Ezt sem értem, mert azt beállítottam a múltkor, és nem értem, hogy miért nem visít. De úgy látszik, hogy ma minden beszarik. Itt lenni kéne egy autónak. De nincsen. De nincsen. Az baj. Nem tudod reszetelni a küldetést? Azt akarom. Mellékküldetés. Bassz meg. Ettől féltem én. Hidatállás van. Minek akarsz hidatállni? Lenémítva sincs. De én hogy akadok el ebbe a szar jégbe? Ezt most... Teljesen hülye. Nekem stop. Volt csak, és start tracking. Jó, hát elvileg ott mutatja, hogy ott van a kis autó, előttem. Azt most kapcsolgattam vissza szival, mert az OBS-ben valamiért lenémítódott, és ugye ez egy mappában van az összes, és a mappát hiába rakom vissza láthatóba, ami a mappában van, azt nem nyit, nem teszi láthatóvá, tehát ugyanúgy át vannak húzva, és egyes évekkel manuálisan visszalöknöm. Azért mondom, ma minden beszarik. Gondoltam volna, hogy beszakad, de hogy most ennyire? Már elvileg működnie kéne a chatbook, azaz, most már működik. Ne. Kenwood, fel ne borulj, mert itt hagylak. És Schaller, ha már ott vagyok közelbe? Itt vagyok már veled szembe. Ki tudsz engemet húzni? Nem. Na, kösz. Természetesen nem. Csú, te... Én... Schaller? Igen? Tudunk egy... nézetet váltani? Milyen nézetet? Nekem a kis autó, magyarán mondva, jég alatt van. Amit ki kell menteni. Ó, köszi. Gyere, kiszállok az autóból, gyere, ülj bele. Na mindjárt pillanat, csak éppen húzom ki a jégbe alakadt Fordot. Kicsit elvárjál. Azt átülök egy másikba. Na, én magam köszi. Lemegyek az útról mindjárt. Hogy neked mit mutat? Meg vagyok, köszi. Mindjárt megyek, egértök. Jó van, csinál. Nyugodtan, én átültem egy másikba, kiléptem. Jaj. Ezt kéne megjavítani, vagy csak simán lehúzni? Nem ezt. Még ezt be kell, itt be kell fordulni az úton, és bemenni a halálfaszán, benn van az erdőbe. Az, amit meg kell javítani? Igen. Ezzel nem tudom, mit kell csinálni, ezt is valahova el kell vinni szerintem, csak nem tudom hova. Akkor figyelj, én bemegyek, igen. Akkor az, addig megjavítom azt. De úgyis ki kell onnan hozni.
Hát figyelj, megjavítva kihozom a lábam. Hát nem tudsz beleülni szerintem. De ha el tudod vontatni, hát de... figyeld, hát, hát bánom rá, én. De rávincselni rá tudok. Jó, csináld. Ja, ez a Lost Button-ot forgottan, ezt le kell vinni az erdő közepébe, de kurva jó. Ahhoz meg jó lenne megcsinálni a két hidat, ugye? A Road to Port, a Plant című. Melen. Hát el lehet menni alul bujkálva az erdő hát, ja, csak egyszerűbb lenne, ha meglennének a hidak. Amit amúgy is meg igen kell csinálni, úgyhogy akkor azt majd utána kéne. A hidakhoz meg oda kell vinni 2x4 darab, nem tudom milyen plenket. Meg kell nézni majd, hogy milyen plenk kell hozzá, és akkor... Jobb esetben csak sima rövid plenk, mert akkor azt négy darab platós teherautóval megcsináljuk, és egyszer oda visszük az összeset. Igen. Rosszabb esetben, ha hosszú kell, akkor nem. Nekem mit kell bevennem? Jó, egyelőre itt hagyom ezt a Westernet, szóval szólja, hogyha nem tudod kihúzni. Jogsa, mert addig... akkor max azzal bejövök érte, ezt kihúzom. Hát bemenni még, bemegyek szépen. Itt a garázsban, mi az itt? Addig lepuskázom, hogy milyen deszka kell ahhoz. Ja, ezéről? Mapranerről? Aha. Spóroljunk egy kis időt. Sima wooden plank kell. 4 darab mind a két híthoz. Uh-huh. Hol van itt wooden plank? Fogadjunk a másik térképen. Ja. Oh. Igen, annak kell áthozni. Nagyon király. De jó. Az egy jó nagy konvoj lesz. Hát ez jó nagy lesz. Szerintem ma nem lesz vég a pályának. Hát így akkor hát nem, mert toporoller. Hát ez így az. Ez így. Necces lesz. Hát akkor kell még egy. Na hát ennek ebbe... Nehogy, nem mondd, hogy most akadsz el, mert gyönyörűen jöttél. Azért mondom. Hát két windsteer be tudná, vagy el tudná hozni a fákat, csak hogy azok hogy jutnak oda be az erdőbe, borulás nélkül, azt nem tudom. Ügyesen és okosan. Pláne, hogy a hídnak a... kell lenni. Pláne, hogy a hídnak a másik oldalán kell elvileg leadni. Uh-huh. És ahhoz meg át kell jönni. De egyedül akkor... összekészítem ott a konvojt a garázsnál. Na megnézted az autót? Azt a küldit? Nem baszki. Megyek vissza. Mert ez szerintem bágos. Ez hiba. Nem lehet áttörni a jeget? Tihol ezt hibál, hogy a jég alól? Nincs ott az autó. Nincs ott, csak a helye. Csak a helye. Az autó nincs ott. Térképen látom, de mikor odaérsz, beülsz a Kenwoodba, nincs ott az autó. Nem áll. Tehát olyan, mint ott nem is lenne. Jövök. Jó van. A szivar se ezzel borúgatott, hanem... Valami de, másra borúgatott. Azzal is. Azzal is. Jó, azzal is, ja. Jó. Nem az a múltkor, hogy nem tudom, miért borúgatott a megdefenzel talán.
Itt nálam egy kiásott sírgödör van a Canvas mellett a hóba. Az, ott kéne, hogy legyen az autó. Ott kéne, hogy legyen az autó, amit te hozni ide, a kis házhoz mellettünk. Szia, Kobol. Most nekem vagy, most nekem a játékom vagy kifagyott, vagy kidob, vagy nem tudom, mert nem válaszol semmire. A szívás. Hát mutatja, hogy ott van benne a gödörbe. Ha, de nincs ott. De nincs ott. Ezt mondtam neked, hogy ez most nálam bug vagy? Na, de akkor neked is ugyanez. Szerintem ez a játék bugja. Abban a gödörben lenne benne. De a vincspontok is ott vannak amúgy, egér. És igen, mindjárt akkor... rávincselek, megpróbálom kihúzni. Megvan. Aha, engemet kidobott. Megvan az autó? Hát rávincselt. Honosan lost, igen. Csak éppen nem húzza ki a gödörből. A kód az mi ugyanaz sallert? Megváltozott. Mi a kód? Akkor ezt már nem fog visszaengedni. De lehet visszaenged. Megnézzük. Tehát ez, szerintem ez a küldetés, ez is ugyanaz, hogy na, ez is. Nem meglátjuk visszaengede. Látom, próbálgatod emelgetni. Igen, tehát ott a nagy semmibe kapaszkodik a vincs. Igen. Jó, gyere, tudsz egy kódot mondani? Vagy azt a hossznak kell? Jaj. Azt csak azt Schaller tudja. De ha visszanézed a streamet, szerintem meg tudod állítani a képet, és látod a képet, jön a kódot. Az meg a másik, de amúgy nem fog visszaengedni. Én szinte biztos vagyok benne. Még megpróbálhatsz, ja, de nem. Esetleg a Steamen látsz engem, akkor megpróbálhatsz újra joinolni, csak ahhoz ki kell lépned a játékból, mert csak akkor tudsz. Szerintem ez a küldetése fog végig menni, megcsinálni. Ja, szíver engemet dobott ki. Megállt a kép minden, azt engemet kivágott, mint a palánkot. A vincs is oda kapaszkodik, mint a fönt lenne a jármű, de nem ott van. És tehát akárhogy próbálom húzni, semmi. Nem. Még előbb azt hittem, hogy el lett már véve onnan az autó. És, de nem, mert mutatja, hogy ott van a térképen. És még sincs. Ja, még horgászat. Hát itt az. Csak fent a hegyen. Ja. Volt a sziklába. Igen. Jó, ne borulsz arra. Nem tud mit tenni, mert ez a küldetés, ezzel nem tudom mi lesz. Ez így esült, az a járgány ott. Mindegy, nem engedd be, azért ne reszeteld most le. Változott a kód megint. Jaja. Ilyesmi bugunk volt, csak akkor a trailer állt bele a földbe félig függőlegesen. Igen. Egyszer ki tudtam cibálni. Az egyik alkalommal, a másik alkalommal úgy beleállt az útba, hogy törölni kellett a trélert, mert nem lehetett kiszedni. Most úgy néz ki, hogy az utóbbi. Jó, éppen állt egyenesen, itt akit oda ragasztottak. Na várjatok, mert nekem most a snowrunner is összeomlott. Na, én nekem ez a mai játék, azt szerintem ennyi volt. Nekem összeomlott a játék is, szó szerint már se nyitja a gép. Várjál, hopp, 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 hopp! Előrángattam a csávót. Az igen, hova repül? Mi jött? Mit húzol te ott? Kiszedtem!
Kiástam a hullát! Exhumáltam. De én amit látok a térképen, az nagyon ficánkol még. Az nagyon él. De nem, mindjárt repülsz azt, te azt is. Nem ezt akartam. Ez föl kéne sajnod vinni, igaz? Igen, oda a házhoz. Összön, nekem összeomlott a játék is, szóval. Hát... ez nem jó. Nem hangzik jól. Meg se nyitja a gép. Ezt tolatva akartad fölvinni, Egér, vagy hogy? Nem, meg akartam fordulni. És felhúzni. Létezik olyan, hogy magától letörölte a Steam a játék? Nem. Olyan nekem letörlődött. Olyan nincs. De. Azt így, hogy telepítsem újra. Megsérült valami fáj. Akkor meghajtok, ahová telepítve volt. Szia, Kobold! Szerintem már a bolondok háza van. Nem tudom. Azt a tárt tudod húzni. Egyenesen. Fogd meg és húzd a tárt. Csaller. És ott fel, tisztás, két fa közt fel tudsz jönni egyenesen. Az a terv. Című filmet láthatjuk Csallertől. Ha már megvan az autó, akkor... nem. Gyerünk, gyerünk. Mindenképpen ugyanazt mondja. Gyere, Kenny! Jó, hogy egér, hogy telepítsd. Kihúzod, nem nyírunk ki. Indítsd újra a gépet, és akkor a streamen csinálj egy fáj ellenőrzést. Azt már csináltam, az alébb ugyanúgy hogy azért... rakjam újra. Nem, az a baj, hogy... rajta van. Nem fog fölmenni egér. Nem jön fel. Nem bírja a motor, kész. Felezőbe egyik jön és megáll. Difizálat kapcsolat be rajta. Be van. Kisebb motor van benne? Nem. De ha leakasztom azért, akkor se jön föl. Akkor meg egyenesen vissza fel. Várjátok, kikapcsoltam a Steamet, most újra be. Ugyanúgy írja. Mindegy, elkezdem letölteni ezt, meglátjuk. Újra. Hagyjad, megpróbálom én. Vincsel fölcipálom magam, van? Csak... innen most el kéne, hogy érje a saját vincsem a hamit. Ezt magam után tudjam húzni, de föl is vagyok ám akadva. Mert most hogy fát húzom magadra. Na. Miért nem akadsz be? Nem akad be. Nem fogja meg. Nem. Pont határon volt. Bénc határon. De fölült, de most nem ér le a kerék. Öcsém. Mintha följebb húzom a hamit, már jó vagyok. De akkor a fámba a visszatrip húzott magad. Idegen magamat lehorgonyoztam. Így fel tudod húzni a kicsit. Nem húz vissza. Azt mondja itt Wolfi, tedd a darúval rá. Hát jó, csak ahhoz föl kell húznom magamhoz először, hogy... na persze, mert addig nem ér el a darú. Jó, szerintem nekem már offos, mert telepítem újra. Szóval... a Steam az ellenem volt ma. Maradjunk annyiba, meg az egész nap. Na, látom, mozog. Egérrel darúzol, vagy mivel, Schaller, vagy? Nem, ezzel a joystickkal, ami van a panelen.
Én, mert hogy neked paneles-től van joystick? Ja, mert ez ilyen farmingos izé lenne, nem? Ez a farmingos, nem? Aha. Na, vász ki! Rohagy meg. Hát keresztbe rakom föl, úgy néz ki. Én meg legurul. Igen. Hát kéne mennem valahogy visszintesbe, csak ahhoz meg el kell engednem. De igen, mert most fogod a darúval. Nincs rá, meg akkor nem tudsz menni. Várja, megindult, megmozdult a Jóska. Egy darabig. Mindegy, addig tényleg tovább a jó játékot, azért köszönöm Zsallar, hogy eddig tudtam menni, csak a gép, csak a Steam abúgy akarta. Szállja. Letöltöm jó. Újra, azt meglátjuk, műszik-e. Jól van, hát sok sikert hozzá, reméljük rendbe tudod rakni. Próbálkozok. Ez... hát ez szakszerűen így lerögzítette a járművet a plafon. Úgy. Az jó lesz. Figyelj, ha nem borul le, akkor tőlem. Mindegy. Na, további szép estéket, és további jó játékot. Aztán... Köcső! Hello! Sziasztok! Hello, szia! Tibor, nem ugrasz be? Most a téler vagy a fa? Itt a tél eleje. Ohohoho! Salto mortale! Molto sortale, ja nem. Na, Egér, akkor visszaadom neked. Na, megoldottad? Uh-huh. Ön van a plató, le van rögzítve, hát kicsit csálé, de le van rögzítve, hajlandó volt így bepakolni. Itt van a... Fölhúztam a Scout trailert is, már csak a két olajos hordóval lenne. Oké, lehet, hogy utólag kéne visszajönni, amikor ezek már fönn vannak. Igen. Én is úgy gondoltam, hogy még a micsodát felviszem oda, és akkor a hordót meg külön. Remélem, elég lesz az üzemanyag még benne. Csak lehet, hogy a leadásnál a két hordónak rajta kell lenni a Scout traileren, nem tudom. Ezt majd kell tapasztalni. Hát az... Az jó. Hát ráderúzolt, aztán csak kell egy Scout, amivel rá kell akasztani. Akkor az gáz lesz, mondjuk. De próbáld meg, hát ha megy a nélkül is. Hát majd meglátjuk. Valahogy... Ja. És akkor... El. Okay. A hordós. De. A P12-es paci az... Miért van ott? És merre ér kell menni. Így van. A szünetet így is úgy is kell tartanunk. Egy kicsit lassan. Ja. Ha megint ilyen 100 GB fölötti videóméret lesz, aztán a feltöltés az megint 12 órás lesz, azt meg nem akarom. Meg kell szakítani. Meg hát azt mondanám. Az évtizedből leszel kimentve? Na, most téged is menteni kell? Hol vagy? Nem, téged. Azért megyek. Ja? Vagy harmadszorra, csak mindig fölborultam. És ha nem tatarinnal menni esetleg, hanem mondjuk kirakom neked a derit esetleg, az nem jó?
Azzal is fölborultam. Ma Azért azt is megyek vitted. P12-vel. Persze. Próbálkozik. Jó, az autót az bevette. Mit tegyek a deri hátuljára? Nagy darut? Vagy a multipurpose modult? Az multi. Hát ha annak súlya is van, de daru, meg javító, meg minden van azon. Végek vannak. Köszi a Tatarinál az... Várjál, switchen vagyunk. Feliratkozás, Dávid. Köszönöm szépen. Azért zavarodtam össze, mert ugye a YouTube-on a subscribe az a sima ingyenes, Twitch-en meg a subscribe a fizetős, és mindig összekeverem a kettőt. Köszönöm. Hol van ez? Tatarinnal a kisebbik baj volt, hogy megfulladt, még el is sodorta. Ja, hogy szivarta voltál? Basszus, már megint benéztem. Mert csak azt néztem, hogy mit ír ki neved, de azt nem néztem a cseten, hogy te voltál. Köszi, Szivar! Ja, 9 per 10, akkor még egy kéne, hogy meglegyen a gól. Jaj, Szivar! Köszönöm szépen! Akkor 10 per 10. Hozzam át onnan őket, vagy... Már nem sok maradt. Vagy indulj meg egy Canvers-szel. Ez így van. Hol van? Á, melyik az? Köszi, Szivar! Robolt, hát most csinálunk egy szünetet mindjárt, és akkor utána úgy szerintem még egy órát, úgy magyar időben éjfélig. Az a terv, hogy ezt tartjuk most már az éjfél környékét. Ha jönnél, Kobold, negyediknek? Akkor nem erőltetem magam, hogy odaérjek, mert úgyis recoverelni fogja a gépemet. Ja, hogy a sajátoddal mentél. Hát ilyenkor van baj. Mennyire vagy? Amik már nem vagy olyan messze. De baszki, miért nem szóltál, hogy tegyem ki a derit? Elvoltatok. Hát baszki. Ez fahordás. Ezt a Twin Steel-t ezt szerintem hazahozom, mert... Jó, elfogadta, hogy behúztam a pautot, kis pautot. Úgyhogy már csak a két olajat kell felvenni és leadni. Szuper! Lassacskán, de haladunk.
Kim van a Deri is, hát ha kell, bár lehet, hogy akkor ezek szerint már mégse. Kéne még Plató Sergent generálnom valami olyat, ami nem rohad le azért. Ez mit csinál itt? Ez is fahordós. Logot meg még kell hordani itt, az biztos. Hiszem el. Ez üzemanyagos. Na, volt, hogy egész gyorsan bekerült. Majd bejutott. Hogy micsoda? Wolf in the garage. Na. A szemfüles. Visszanézte a streambe. Kódot. Hogy valaki küldött neki? Én nem. Hát nem tudok küldeni, azt csak te tudod, ahhoz hát... tudja a kódot küldeni. Vagy streamen keresztül csatlakozott. Vagy is lehet. Streamen. Nincs baj vele, Wolf, egyébként. Már újra itt vagyok. Csak hogy ez szünet után kellett volna, meg ha szólsz róla, akkor nem szólok Koboldnak, hogy jöjjön be. Kezed bírja amúgy? Nehogy emiatt ne tudjál vezetni holnap. Az anyád... Faszomban meg most már... Mehetünk szünetre. Na mi van? Nem, már most pakolom a fe... Hadd rakjam már fel a két hordót. Elsodor az minden lószartot. Mastodonnal kell menni, vagy a másikkal. Azt nem értem, hogy akkor hogy mentem el. Hogy mentem Berit is elsodorta? Azt. Az... Pacifikát. Eléri. És... Éppen el. Jó van. Húzod? Húzod? Én az utolsó hordó. Még van. Mi van? Jó, bent van. Mind a kettő. Mehetünk felfele. Hát mondjuk ez is mehet. Kész vagy, Egér? Most viszem felfele a két hordót. Jó. Akkor beszéljétek le, hogy ki jön, mert... Egy, kettő... Megpróbáljuk a Twin Steel-rel elvinni a deszkát. Jó. Szép. Kész van. Eltűnt minden, úgyhogy rendben van. Lement a küldetés. Jó. Na, akkor csinálunk egy kis szünetet, mi sokára jövünk vissza. Akkor még mi lesz a döntés végül is? Akkor melyik költök jön? Melyik költök jön majd vissza szünet után? Hogy aki jön, az akkor jöjjön Discordra, jó? Ha még nincs van esetleg.
Na, akkor lépjünk ki. Én már kiléptem. Azt hittem már kilépti te is. Éppen rányomtam. Részeredmény. 25 ezer dodó, más két óra alatt azért nem annyira rossz. Nem. 10 kilométer. Tehát az nem sok. Nem sok, de... Jól van. Na. Jövünk vissza nem sokára. Nem menjetek messzire. Welcome, runners. For the last few weeks, we have been hard at work on the upcoming seasons. Your ongoing support with community content, wild and creative mods, and positive reactions make all of this possible. Thank you. So we are proud to show you the next season of SnowRunner's epic yearly pass, Season 6, Ball and Hustle. Season 6 brings another massive update to the game, with new maps, new modes, and new vehicles to Season Pass owners. In addition, all SnowRunner players will enjoy free content, including crossplay between PC and consoles, a brand new photo mode, new add-ons and skins. Let's take a look at what's in store. The Year 2 Pass takes you to Maine, USA, a brand new region on the edge of winter. Expect both snow and mud as you traverse the new American wilderness full of adventure and discovery. Maine's lowlands have several landmarks to explore, including cliffsides and hilly areas, while the Yellow Rock National Park has dense forestry and a mountain to overcome. Your primary objective in Maine is to establish a forestry base deep in the American wilderness. You will start with limited resources and will need to build up your garage as you progress through your missions. That's right, you won't be able to repair, refuel, buy upgrades or new vehicles until you've adequately established your base in the forest. This region is not for the faint of heart, and even hard mode aficionados may find this to be a serious challenge. Thankfully, Haul and Hustle brings two next-gen trucks to help you on this perilous journey. First is the Aramatsu Forwarder, an agile 8x8 forestry truck with a built-in crane and built-in log trailer. A must-have for anyone serious about logging. The second vehicle is the Taiga 6455B, a powerful six-wheeler that can dominate any obstacle in its way. This version of the iconic military truck will be the most powerful thing off-road. Season 6 also comes with free content available to all SnowRunner players, the most significant of which is crossplay. You can join your friends by connecting your lobbies through code invites, or even matchmake with open lobbies of players on different platforms. Nintendo Switch crossplay is coming and is currently in development. Secondly, Season 6 introduces a brand new photo mode, which grants access to a unique FreeCam setting. Photo mode allows you to adjust focus, aperture, bokeh settings, and you can even change the weather and time of day. Experiment and show off your customized trucks and creativity online. We can't wait to see what you can all come up with. Finally, all SnowRunners will be receiving new add-ons and new stickers.